Kedves nézőink, stúdiónk vendége Mihály Gergő, énekes gitáros, még mégpedig az Ingörti Együttesnek a frontembere. Nagyon nagy szeretettel köszöntelek itt a stúdiónkban, és a, a beszélgetésünk apropója az, hogy lassan-lassan megjelenik egy új felvételetek, és tulajdonképpen erről szeretnénk egy pár szót beszélni. Mi a címennek a dalnak? Aquarium. Ez egy angol nyelvű de magyarul azt jelenti, hogy akvárium igazából. Még mielőtt belemennénk magába a zenébe, a klipbe, egy pár szóban légy, mutasd be az együttest, mióta léteztek, hova valósiak a tagok, kik az állandó tagok, és esetleg milyen változások voltak az elmúlt időszakban? Igazából most 20 éves a zenekar, tehát 1996-ban alakultunk itt a gimnáziumban, ilyen gimis bandaként. Peralta Miguel basszusgitáros, Bárkai László dobos, én pedig Mihály Gergely énekes gitáros vagyok. Uh, igazából egy tagcserénk volt még két évvel a megalakulásunk után, azóta nem volt tagcsere. Tehát 18 éve ugyanebben a felállásban vagyunk. Uh, öt nagy lemezünk jelent meg, most jelent meg március 15-én az ötödik nagy lemezünk, az a cím, hogy Snake in Blossom. És, és, ez már így világszerte egy, egy finn kiadónál, az Inverse Recordsnál jelent meg. Hova valósiak vagytok egyébként? Ö, hát Erre, ö, arra? Főleg Nagymágocs a zenekarnak a helye, tehát onnan származunk. Én, én, Szentesi vagyok, már egy pár éve a basszusgitárosunk, orosházi dobosunk Nagymágocsi. Annak idején hogyan jött létre a zenekar? Tehát nem gondoltátok azért, hogy öt lemezen lesztek majd túl? Hát remény, reménykedtünk benne, hogy hosszú távú lesz, de nyilván nem gondoltuk, hogy majd húsz év múlva is meg lesz a zenekar, meg hogy főleg ilyen komolyan beindulnak a dolgok, hogy ugye külföldön is eléggé, eléggé mennek most a, a dolgok. A gimnáziumban nem tudom, olyan azt gondoltuk, hogy ez olyan menő dolog lesz, majd lehet vele csajozni, <laughs> meg hogy, hogy ugye a gitározás az mennyire menő, és, és főleg ilyen, tehát nem volt egy komoly dolog. E, egészen egy, szerintem egy olyan 5-6 évvel a zenekar megalakulása utánig nem gondoltuk ezt annyira komolyan azután lett, hogy angolra váltottunk, először még magyarul énekeltem, utána angolra és és akkor így egyre, egyre inkább uh -huh. próbáltunk fentebb és fentebb lépkedni. Hobbiból csináljátok egyébként ezt a zenét? Foglalkoztok vele? Ö, hát megélni nem tudunk belőle, az, az, az azért nyilvánvaló. Eléggé a, a zene is olyan, hogy tehát ez, ez ilyen undergroundnak hívják, hogy, hogy ugye nem, nem a, a nem a mainstreamben van benne, nem, nem lehet hallani a rádióban, a, a tévében, tehát ilyen országos tévékben nem nagyon látható, ezért nem, nem is termel annyi pénzt. Azt mondom, hogy hogy több azért ez annál, mint hobbi, mert, mert azért az életünk nagy részét kiteszi így a munkánk mellett, de megélni nem tudunk belőle. Azt mondtam ugye, hogy premier várható, méghozzá pénteken mutatják be első ízben, hol, milyen formában, merre? Netes premierje lesz, az Indexnek van egy ilyen blogja, a lángoló gitárok, ott lesz először hallható, vagy látható, illetve hallható a klip. Egy ilyen elég hosszú interjúval együtt, és utána így, így végül is a, a kiadónk is az egész világra, világszinten gondolkodik a dolgokba, ezért ők szétküldik mindenféle médiumoknak. Los Angeles-től egészen Tokióig, tehát nagyon sok helyen meg, megtalálható lesz a neten. Hogy született ez a szám egyébként? Uh, igazából ezt én írtam ezt a dalt egy, egy szerelmi csalódás miatt, vagy, vagy annak az utóhatásaként. Ez, ez egy szakítós témájú dal, tehát eléggé szomorú. A dalszöveg is Elég egyértelműen megmutatja az akkori érzéseimet. Egy ilyen másfél-két évvel ezelőtt született, akkor volt egy, egy elég uh, csúnyán végződött kapcsolatom, és az, az így lett ezt a Hogy Hol játszódik a klip? Uh, Már téjon vettük fel egy részét, a másik részét pedig mint a Tisza és a, és a ki rendezte esetleg, egy picit mesélj, légy szíves, a forgatásról is, hogyan zajlott, hány nap alatt tudtátok rögzíteni, milyen technika kellett hozzá? Hát a technikai részéhez annyira nem értek. Egy Tibá Robert nevű rendező csinálta, mellesleg nagyon jó barátunk is, és két napig vettük fel, Valentin nap volt az egyik, <laughs> tehát azon a hétvégén, ez a február 13-14-es hétvégén rögzítettük, Igazából a szombaton, ez volt 13 a akkor eléggé nehezen is akart beindulni a dolog, mert uh, zúgott az eső. És azért uh, hát szerettük volna, hogyha kicsit ilyen borongós, nem is kicsit, hogyha nagyon borongós a klip hangulata. Ez de ezért is lett fekete-fehér. Fekete. Fekete, de azért ez túlzás volt, tehát egész délelőtt zúgott az eső, akkor nem tudtunk dolgozni. És utána uh, délutántól forgattunk a, a Flórával, mert ugye egy hölgy is vendég szerepel a a klipben. Ki ő, ő Sarusi kis Flóra, egy nagyon szép hangú, illetve nagyon szép énekes nő, <laughs> szentesi amúgy ő is eredetileg. Vele már korábban dolgoztatok, vagy hogyan jöttetek össze vele? Nem dolgoztunk még vele. Én a gimnáziumban tanítok, ott vagyok tanár és Flóra oda járt egy, azt hiszem, négy-öt éve ballagott el, és én már akkor így, így tehát fölépett ilyen iskolai darabokon, és felfigyeltem rá, hogy mennyire szép hangja van és akkor így gondoltam rá, hogy majd a későbbiekben lehet, hogy, hogy egy, egy, ilyen meghívnám egy dalunkba kicsit énekelni, és hát most ennek itt az ideje, hogy itt volt az ideje. Mennyire tudott azonosulni ezzel a témával, magával a dallal, mennyire tetszett neki, hogyan készültetek fel a klip elkészítésére? Igazából nem volt egy, egy nagy előkészület, ezt a stúdiózást még decemberben csináltuk. Én elküldtem neki a dalt úgyhogy csak az én részeim voltak felénekelve, és megmutattam neki, hogy hogyan, vagy mit képzeltem el, az a dalszöveg teljesen kész volt, és, és, úgy tűnt, hogy nagyon tetszik neki, hát el, már hogyha elvállalta ebből is lát, Felvettük, és akkor utána igazából a klipre nem volt nagy rákészülés, ez ugye két hónappal később történt a forgatás, annyi, hogy a koncepciót elmondtuk, hogy fekete-fehér lesz, szomorkás, de igazából csak sétálgatni kell a Tiszaparton, meg, meg énekelni, tehát semmi extra. Akik megjelennek a klipben, az együttes tagjai? Igen. Igen? Igen. Egy, egy ember nincs benne, egy plusz vendégünk van, a csontos Peti, ő csellózik a, a dalban, és hát őt, őt nem nem is tudom, nem jött úgy össze, hogy, hogy ő is benne legyen, vagy nem volt indokolt, nem tudom. Zenélés ugye nincs a klipben, csak itt sétálgatunk, vagy ilyen arc, arcunkról vannak képek, és Valamiért úgy... Azt imitáljátok, akkor ott hát ő... csak az éneklést, uh -huh. igen, de, de ilyen hangszerek nincsenek benne. Uh -huh. Ezért is gondoltuk, hogy akkor Petit nem hívjuk meg, ő egy, egy nagyon fontos részét képezi a dalnak, tehát ez a cselló nagyon szépen ilyen szólistikus dolog, de nem tudtuk volna, hogy beleilleszteni. Mit vártok egyébként, Milyenek az előrejelzések? Gondolom azért már egy-két barátnak, ismerősnek megmutattátok a dalt, mit mondanak az elmúlt öt albumba, mennyire illik bele ez a dal, vagy mennyire más egy, egy kicsit. Hát ez abszolút más. más. Nagyon. Ilyen dalunk még soha nem volt ennyire. Keményebb zenét játszotok, igen. igen. Eléggé. Uh... Hát ilyen ordibálós az, az meg agresszív, és ez a dal a meg... Az ilyen kemény együttesek tudják a legszebb szívhez szóló dalokat Igen. eljátszani, úgyhogy ez, ha nagyon a nagy sok példa volt rá. indulunk ki, akkor ez így van. Hát biztos, hogy sok embernek meglepetést fogunk ezzel okozni. Én például azt veszem észre, hogy, hogy nagyon sok hölgynek tetszik. Így a családban mutogattuk, anyukámat meg is rígatta ez a, ez a dal, amikor először meghallotta valahogy tehát olyan emocionálisabb az egész, és, és ez, ez, szerintem a hölgyek szívéhez közelebb állhat, úgyhogy reménykedünk benne, hogy, hogy nyerünk ezzel elég sok hölgyrajongót, aztán majd meglátjuk. Egy, egy ilyen klipnek a forgatása milyen rendezést igényel? Ti is beleszóltatok abból, hogy mi legyen például a, a magának a témának ugye a mozzanata, ami, ami kíséri a zeneszámot, tehát hogyan egyeztetek meg ebbe? Igen, hát azt mondhatom, hogy én találtam ki teljes mértékben a koncepciót, ezért a rendező úrnak meg, meg, volt kötve a keze rendesen. Hát végül is úgy, tehát demokrácia van a zenekarban, nagyon is nyilván van egy, egy irányelv, amit általában én szoktam erőltetni. A vágásnál volt jócskán, hogy, hogy, megmondtuk, hogy, hogy akkor ezt így szeretnénk, itt változtassunk, ott változtassunk. Túl sok variálás nem volt vele igazából, tehát nagyon ráérzett a Robi erre, hogy hogyan is kellene ezt, összevágni. Nyilván volt egy hát ő pár... Ő végezte az Ő is. végezte, ő vette fel, tehát mindent, Igen. mindent ő fényelte, Igen. mindent ő csinált hogyan lesz egy ötletből, ugye az ember ugye gondol megzenésíti aztán, egy igazi klip, tehát azért a folyamatokat már részben említettük, ugye, hogy le kell forgatni, stúdióban fel kell énekelni, de milyen utómunkálatok vannak, és aztán ezt hogyan próbálja az ember eladni. Tehát például az Indexen hogyan juthat el odáig, hogy megjelenik a klipje? Hát ehhez kellett azért az, hogy ez a húsz év. Én azt mondom, tehát nagyon sok szakmai kapcsolatot kiépítettünk ennyi idő alatt, most is a kiadónk is nagyon számít. Ugye, hogy egy finn kiadó, egy elég komoly kiadóval szerződtünk. Nagyon sokat nyom be ez is, főleg ez a kapcsolati tőke. És ja, hát főleg, főleg ez, ezek miatt le kellett ugye előre boltolni az egészet, úgy bótolni, hogy nyilván nem fizetné érte, Minden. hanem megbeszélni, hogy akkor ezen a napon lesz a klippremiár, ilyen feltételek mellett lesz, stb. stb. Ezt, ezt megoldottuk. Most megjelenik majd az Indexen, mi a további lépés egyébként? Minél több rádióadóhoz eljuttatni? Igen, igen. Most főleg a kiadónk is ugye világszerte nagyon nyomja a lemezt, most olyan híreket kapunk, hogy Ausztráliában például rotációban nyomják fényes nappal a, a lemezünket, méghozzá nem is, nem is ezt a, a lírai vonalat, hanem a keményebb dalokat. Ott valamiért ez belefér, nem tudom, Magyarországon annyira ez nem. De, de Amerikából kaptunk visszajelzéseket, Németországból, most Kanadába adtam a, épp az előbb interjút, Franciaországból, tehát így, így, mindenhol eléggé terjed a, a hírünk. Úgyhogy most ez, ez a következő lépés, hogy hogy nagyon is a promóciós munkálatokra ráfekszünk. Interneten is látható majd egyébként? É, igen, a Youtube-on. YouTube uh -huh. uh -huh. Szentességek esetleg élőben mikor hallhatják? Lesz egy koncert, Fú, most na, erre a részére nem készültem. Júniusban lesz egy koncertünk, uh -huh. de hogy hanyadikán, azt nem tudom. Az ifjúsági házban. Talán, talán harmadika vagy negyedike, de ezt, ezt most így fájban nem tudom. Hát igazából, amikor megjelenik egy CD-tek mondjuk, vagy egy lemezetek, ugye, azt uh, egy ilyen népszerűsítő koncertturnéval próbáljátok eladni Igen. mindenfelé. Igen, most lesz is, a, a tavaszi turné már beindult, volt már két koncert, és uh, hát országosan játszunk, uh, ősszel megyünk Szerbiába, Romániába, tehát így főleg a környező országokban, de a cél, hogy, hogy messzebb is eljussunk azért koncertezés terén is. Menedzseretek esetleg, vagy ti magatok az önállóan? Most, most igen. Volt, voltak már menedzsereink, így az évek során most én intézek mindent. Eléggé rá is megyek így idegileg is sokszor, <laughs> mert azért nem egyszerű ezt ezt a feladatot csinálni, de ugye a többiek nem beszélnek angolul, a kül külföldi vonalat csak én tudom, az be beszoktak segíteni ők is a magyar interjúkba, de a külföldi vonalat azt csak én tudom csinálni. Mivel lennétek most elégedettek, így a beszélgetés végén? Hát mondjuk, ha milyen sikert hozna ez a klip? Vagy legalább ő, vagy egy mi? milliós nézettséget a Youtube-on. Illetve én már ezzel is elégedett vagyok, hogy, hogy olyan formában kijön a klipünk, hogy, ahogy így megálmodtuk ezt az egészet. Tehát én, én úgy gondolom, hogy, hogy, hogy minőségi munka lett, így, így, így képzeltem el. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, megnézzük mi is a klippet, és természetesen nagyon sok sikert kívánunk hozzá, és a továbbiakban is az előkészületben lévő művekhez. Köszönjük szépen!